A földi fizikális lét azért él és azért van fenntartva, hogy az embereknek legyen hol tanulniuk. A fizikum, az anyagi létforma nagyon erősen szembesít, tükröket, gyárt tükröket generál, amelyek által mi azt nézhetjük meg, hogy hol tartunk a fejlődés útján. Magyarán mindenki bejár a Földön egyfajta utat, kaminót, ami nagyon nem könnyű, de én azt gondolom, hogy ezt az utat tudjuk kamatoztatni, hogyha tudatosak vagyunk. Nagyon sokféle, Fizikális súlyzó jelenik meg, amelyek arra valók, hogy megedződjünk, és egy magasabb tudatszintet, energetikai szintet, rezgés szintet érjünk el. A földi létezés szenvedéssel jár. Ez az, amit nagyon kevesen tudnak elfogadni, és nagyon kevesen értik, a szenvedés okát, hogy miért van jelen a Földön, miért nyilvánul meg. Erről fogok ma beszélni, és arról az útról, ami valamilyen szempontból istentelen út, a mi dolgunk mégis az, hogy feljebb kerüljünk, vagy mondjuk úgy, hogy sokkal közelebb, egy olyan érához, egy olyan rendhez, ami már az isteni minőségről szól. Hát akkor jó utazást! Van egy nagyon fontos minta, egy rend, amit én isteni mintának, rendnek nevezek, ami mindenképpen egy szellemi létállapot. Egy olyan létállapot, amelyben nem fogalmazódik meg az anyagi sík viszonylat, amelyben nincs szenvedés, Tisztaság, makulátlanság él, ami egy nagyon rendezett közeg. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember pontosan ebbe a közegbe vágyik. Ez egy nagyon magas rezgés szinten megvalósuló éra, minta és terület, ahonnan valamilyen formán mi kiszakadtunk. Hiszem azt, hogy nagyon sokan ebből a mintából és rendből érkeztünk a Földre, pontosan azért, hogy tanuljunk. Tehát itt a tanulás az elsődleges szempont. A Földi Bolygó úgy működik, mint egy iskola, és ez azt jelenti, hogy rengeteg diák van most jelen. És persze mindig is nagyon sokan foglaltak helyet a Földön, pontosan azért, mert valamit nekünk itt el kell még sajátítani. Azt is mondhatjuk, hogy ez a fajta állapot egy sokkal alacsonyabb rendű minőség, alacsonyabban rezgő éra. Nagyon fontos itt a frekvenciák vizsgálata hogy mi hány hercen nyilvánul meg. Én ezzel nagyon sokat foglalkozom, pontosan azért, mert én azt gondolom, hogyha mindennek megmérnénk a frekvenciáját, akkor nagyon jól látnánk azt, hogy hol tartunk, azt, hogy ez a közeg, amiről az előbb beszéltem, az isteni minta rend, hány hercen rezeg, és hogy nekünk még mit kell tenni azért, hogy eljussunk ide. Nagyon sokan érezhetik magukat magányosnak a Földön, és azt is gondolom, hogy picit olyan az az állapot, mintha árvák lennénk. Pontosan azért, mert amiről beszélek, ez az isteni minta rend, ez a nagyon fontos közeg egység, mondjuk úgy, hogy ez az otthonunk, az igazi otthonunk, nagyon sok pozitív energiát tartalmaz, és azt gondolom, hogy egyébként az ember is. Tehát ami nagyon ismerős közeg, és amivel mi nagyon egyet tudunk érteni, az az egypólus, amiben béke van, szeretet van, és azzal pedig nagyon nem tudunk egyet érteni, ami a Földön megnyilvánul, hiszen tudjuk azt, hogy itt polaritás van, ami azt jelenti, hogy a pozitív energia mellett sajnos megjelenik a negatív is. Bár ugye mi azt szeretnénk, ha egy olyan világban tudnánk élni, ahol nincs negatív erő, energia, csak egy pólus él, a szeretet rendje. Tehát nagyon fontos meghatározni a mai adásban azt, hogy mindenki ezt a szeretet érzést keresi a Földön, szerintem, vagy hát legalábbis nagyon sokan, de ez az, amit nagyon nehezen találunk, vagy lehet, hogy soha nem találjuk meg, pontosan azért, mert ahogy mondtam, ugye a Föld ez egy kétpólusú rendszer, tehát itt így működnek ezek a viszonyok, ami azt jelenti, hogy még a negatív energia is megjelenik. Sőt, én azt gondolom, hogy a negatív erők hát, túlsúlyban vannak a szeretet rendjéhez képest, és ezért van az, hogy idegenül, érezzük a, a Földön magunkat magányosnak, és úgy, hogy itt nem igazán találjuk meg az otthont. Én azt gondolom, hogy a földi állapot, és az, hogy itt helyet foglalunk, ez mindenképpen egy átmenet. Nem egy végleges állapot, hanem egy út. Az ember azért jön a Földre, hogy bejárja ezt az utat és minden egyes másodpercünk ennek az útnak egy része. Nagyon nem mindegy, hogy ezt az utat, vagy ezeket a perceket, másodperceket, éveket, évtizedeket hogyan töltjük el, hogy mi mit keresünk, és az sem mindegy, hogy hová szeretnénk eljutni. Ahogy mondtam, én azt látom, az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége pontosan ebbe a szeretet mintába szeretne hazatérni és otthonra találni. De ez az, ami nagyon nehezen megy. Na most jó kérdés az, hogy hoza, hogyan tudunk hazatalálni, és hogy a földi utat hogyan járjuk. Én azt látom, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk, mikor idejövünk, amikor testet töltünk. Persze ez nem mindenkire igaz, és nem mindenkinél ugyan annyira erős maga ez a felejtés, de szerintem sok időnek kell eltelni, míg az ember rájön arra, hogy ő tulajdonképpen mit vagy kit keres. Szerintem mindenki az Isteni mintát keresi az otthont, mert ahogyan mondtam, ez a mi eredetiségünk. A Föld egy kizökkent állapot, és lehet, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy ide száműzve vannak. Tehát, hogy volt egy nagyon szeretetteljes minta, maga a rend, az otthonunk, Ahonnan mi alászálltunk, és most egy ilyen nagyon idegen világban kell élni, ami nagyon sok embernek jelent megpróbáltatást. Igen, ez tényleg az, nagyon sok küzdelemmel jár a földi fizikális viszonylat. Rengeteg-rengeteg dolgot kell itt nekünk megoldani. Az anyag, mint olyan, tudjuk azt, hogy nagyon sűrű, nagyon viszontagságos. És a szabad lélek nagyon nehezen tud mit kezdeni, a test úgymond börtönével, nagyon nehezen tud vele azonosulni, de úgy egyáltalán az itteni fizikális rendszerekkel. Hiszen mi annak idején mondjuk úgy, hogy szabadságban éltünk, és mi erre a minőségünkre emlékszünk, és én azt gondolom, hogy ez az, amivel a leginkább tudunk azonosulni. Szerintem a földi fizikális létezéssel nem igazán tudunk, és lehet, hogy az emberi formákkal sem. Azt is tudjuk, hogy a Földön szamszára érvényesül, ami egy törvényszerűség, és ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok testetöltés van, magyarán rengeteget kell itt tanulni, fejlődni. Tehát nem csak egyszer jövünk, hanem rengetegszer. Jó kérdés az, hogy hogyan lehet a szamszárából úgymond kilépni és visszatérni a mi eredetiségünkbe. Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés, és én azt gondolom, hogy 540 alkalommal erről beszéltem, ugye ez az 541. adás. Magyarán én is ezekre a kérdésekre keresem a választ, és hát nagyon remélem, hogy valamilyen szempontból, azért fel tudtam vázolni olyan tételeket, amelyek azt mutatják be, hogy milyen szerepeink vannak a Földön, és hogy mit kell nekünk tenni azért, hogy újra visszakerüljünk az eredetiségbe, a rendbe. Ahogy mondtam, ez egy nagyon hosszú út. Rengeteg stációval jár, és hát tudjuk azt, hogyha elindulunk a lépcsőn, akkor sem csak egy lépcsőfok van, hanem nagyon sok, és nagyon Hosszú utat kell bejárni azért, hogy eljussunk mondjuk úgy, hogy a csúcsig. Én azt is gondolom, hogy amíg nincs itt nagyon sok minden kipipálva, és nagyon-nagyon sok feladatot nem oldunk meg, addig nem tudunk tovább haladni, és nem juthatunk el ide. Szerintem ez csak a kiváltságosak mondjuk úgy, hogy lehetősége, hogy elérjenek ide. Bár mindenki lehet az, hogyha sokat tesz érte. Szerintem rengeteg energia kell ahhoz, hogy az ember a Földön helyet tudjon foglalni, és hogy itt működni tudjon fizikális viszonylatban. De az, ahhoz is nagyon sok energia kell, hogy hát elinduljunk az úton, letegyünk nagyon sok mindent, ami nem hasznos, hogy tisztuljunk, hogy rezgés szintet emeljünk, és hogy elérjünk egy sokkal magasabb állapotba. Ez a fajta minta mindenképpen egy tiszta közeg. Tehát ide szerintem nem is nagyon lehet máshogyan bekerülni. Tehát a tisztaság, az erkölcsi makulátlanság mindenképpen nagyon fontos ebben a kérdésben. Nagyon-nagyon sok dolgot kell itt a Földön megtanulnunk, és ugyanakkor le is tennünk azért, hogy magasabb szintekre emelkedjünk. Én azt is elmondtam már, hogy szerintem az alázat rettenetesen sokat emelhet ezen a viszonylaton, és biztos vagyok benne, hogy alázattal lehet igazán célba érni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy milyen energiákkal, vagy hogyan induljunk el az úton, és hogyan meneteljünk végig, akkor én ezt tanácsolnám, hogy mindenképpen alázattal. Ego mentesen, tehát az egót, mint olyat szépen folyamatosan le kell pakolni, mert hát ugye egyszerre nem fog menni, és el kell indulni az alázat útján. Tehát ez maga az út. És nagyon sokszor kell fejet hajtani, úgymond a rendelőt, még akkor is, hogyha nem vagyunk ott fizikálisan, még akkor is, hogyha a földön foglalunk helyet, de szerintem nagyon sokat lehet itt gyakorolni és nagyon sok olyan dolgot el lehet sajátítani, eme nehezékek, súlyzók által, hogy az ember fel tudjon készülni egy olyan állapotra, amikor már nagyon közel van ehhez, ugye, ehhez az isteni minőséghez, amiről ugye azt mondtam, hogy nagyon magas hercen, rezgés szinten valósul meg. Az biztos, hogy amikor teste töltünk, akkor ez a szint lecsökken, és egy sokkal alacsonyabb minőségben fogunk helyet foglalni, ugye ezt ide is írtam, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt visszatornázzuk. Nagyon-nagyon sok olyan módszer van, technika, amivel a rezgés szintet lehet emelni, amivel lehet tisztulni. Én azt gondolom, hogy a szenvedés pontosan azért nyilvánul meg, mert kiszakadtunk ebből a makulátlan minőségből, és tudjuk azt, hogy a Földön rengeteg-rengeteg energia működik, ergo megjelenik a negatív aspektus is, ez is okozza a szenvedést, plusz az, hogy testekben, fizikális viszonyokban foglalunk helyet. Ez azt jelenti, hogy maga ez a szabad minőség elkezd egy nagyon nehéz és sűrű viszontlatot ugye mozgatni, és nekünk ezzel ugye tudni kell bánni, ami nagyon nehéz. Újra kell itt mindent tanulni. Hiába van nagyon sok testetöltésünk, ugye, ahogy mondtam, szamszára van, akkor is én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen leszületésnél, mert ez ugye egy lentibb állapot, nagyon sok mindent újra kell tanulni, és ami a legfontosabb, az emlékezés. Egyébként szerintem ez is nagyon sok fájdalommal jár, Plusz járhat persze természetesen örömmel, boldogsággal, amikor az ember elkezd emlékezni, de ahhoz, hogy elkezdjünk emlékezni, meg kell szabadulni az egótól, ami ugye szenvedéssel jár, mert tudjuk azt, hogy hát azért ezt nem mindenki szereti hátrahagyni. De ha mi szeretnénk elérni egy sokkal nívósabb állapotot, én akkor azt gondolom, hogy így kell cselekedni. És persze nem csak én gondolom így. Én azt hiszem, hogy nagyon sok embernek ez a tapasztalata, és nem csak én beszélek ilyen tételekről, hanem azok is, akik már végigmentek egy ilyen úton, és bemutatták ezt az utat, és annak minden egyes stációját. Szerintem ezek a stációk nagyon fontosak a mai, történetünkben, mert ezek a stációk is nagyon erősen nevelnek bennünket, és igen, ahogyan ideírtam, nagyon sokféle tükröt adnak és generálnak, ami azt jelenti, hogy mindig visszatükrözik az adott állapotunkat, azt, hogy tulajdonképpen mi hol tartunk, mennyire emeltünk ezen a szinten, és igazából azt is, hogy a tudatosságunkon mennyit nyitottunk, hogy mennyire vagyunk alázatosak, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy enélkül nem lehet végigjárni a földi utat, és látjuk azt, hogy akik nem tanulnak alázatot, akik nem kezdik el leépíteni ezt a nagyon kötött, azt is mondhatom igen, hogy egoista rendszert, velük biztos, hogy olyan dolgok fognak történni, amelyek kibillentik ebből az állapotból őket, és rá kell eszmélniük arra, hogy ők nem ezért vannak itt, hogy például anyagiakban gyarapodjanak, és hogy a látvány világot szolgálják ki, hanem azért, hogy ők is elinduljanak ezen az úton, mivel ennek a mintának, ennek a közegnek annyira erős a húzó ereje, hogy automatikusan mindenkit el fog szerintem indítani arra fele. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Hogy olyan erős ennek az energetikája, és annyira ismerős magának, a forrásnak, az isteni mintának, a rendnek, amiről beszélhetünk úgy, hogy ez a mi őshazánk, hogy, 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 hogy igen, automatikusan készítést fogunk érezni arra, hogy elinduljunk. És igen, én azt gondolom, hogy a földi létezés az egy ilyen kereső üzemmód. Tehát mindenki keresít valamit, vagy valakit, vagy nagyon sok dolgot, de szerintem mindenki ezt a mintát keresi. Az más kérdés, hogy miben, vagy kikben találjuk meg. Igen, én is kerestem olyanokat, akik ezt a fajta mintát jelenítik meg, akik abszolút makulátlanok, nagyon tudatosak, és az Isteni rendet, Szolgálják, képviselik. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen emberek a Földön, noha tudjuk azt, hogy azért nem ez a jellemző napjainkban, de szerintem lehet találni olyanokat, akik így élnek, és akik már nagyon közel vannak ehhez a fajta minőséghez. De én azt gondolom, hogy az utat egyedül kell bejárni, egyedül kell elindulni, és nagyon sokat tenni azért, hogy folyamatosan közelebb kerüljünk, azt is mondhatnám, hogy saját magunkhoz, egy olyan állapothoz, ami az abszolút önvalót adja és mutatja, ami a tiszta tudatosság, és akár egy efeletti minőség. Na most milyen érdekes az, ugye, hogy a Földön fizikális viszonylatokban úgy lehet itt lenni, hogy valamilyen szempontból az emberek közösen akár egy ilyen tudatfeletti állapotban megállapodtak arról, hogy az Isten, az Isteni minőség lesz a vezető. Erről nagyon fontos beszélni, hogy mindenképpen kell az emberek számára egy olyan minta, egy olyan példa, egy olyan gondviselő, teremtő, egy előjáró, amiben mi kapaszkodni tudunk. Na most képzeljük el úgy az itteni földi fizikális viszonylatot, hogy mondjuk ez a fajta elgondolás nem jelenik meg. Magyarán, hogy úgy alakult volna ki a földi fizikális viszonylat, hogy soha nem beszéltünk volna, és nem is beszéltek volna Istenről, egy fejebb valóról, valakiről, aki től segítséget várunk, akibe valahogyan belekapaszkodunk, hát ugye természetesen ezt lelkileg tudjuk megtenni, fizikálisan nem. De nagyon érdekes ez, hogy van egy minta, azt is mondhatnám, hogy egy alap, ami be szerintem az emberek többsége valahogyan tudat alatt, vagy tudat felett beleegyezett, és nagyon sok ember számára jelent az Isten, vagy ez az Isteni minőség menedéket írjuk ide, hogy menedék, tehát uh, kell egyfajta menedék az embereknek, és én azt gondolom, hogy uh, igen, én azt gondolom, hogy energia. Tehát nagyon fontos arról beszélni, hogy uh, amit mi érzünk, és ami egy ilyen feljebb valóbb, nagyon erős minőség, ez mindenképpen energia. És beszélhetünk arról, hogy ez a legmagasabb és legtisztában rezgő energetikai egység és rendszer, és nevezhetjük úgy, hogy Isten, vagy bárhogyan, ahogyan szeretnénk, de ahogyan mondtam, kell egy ilyen húzó közeg, valami, amit mi tulajdonképpen el akarunk érni. Mert különben miért indulunk el ugye az úton? Tehát az úton el kell indulni, nem lehet az, hogy megszületünk, és nem indulunk el az úton, és úgy maradunk, ahogyan. Tehát kell valami, amiért az ember menetel, amiért mi Próbáljuk ezt a nagyon sok régi rossz beidegződést lepakolni, egyre tisztábban élni. Na most azt is tudjuk, hogy nagyon sokféle szenvedés jelenik meg az út során. Szerintem ez maga az út. Tehát nyugodtan ideírhatjuk, hogy a, -a, -a szenvedések vezetnek el bennünket ebbe a közegbe, vagy legalábbis nagyon erősen késztetnek bennünket arra, hogy elkezdjünk emlékezni, és szerintem ezek a, a szenvedések, nehézségek és fájdalmak fognak minket rávezetni arra, hogy, hogy induljunk el, és hogy arra emlékezzünk, hogy mi is a mi itteni célunk és feladatunk. Lehet, hogyha a szenvedés, mint olyan, nem valósulna meg, tehát ha nem lenne, akkor nem is indulnánk el az úton, nem is lennénk kereső lények, nem keresnénk az Istent, nem keresnénk az őshazát, nem akarnánk ide visszakerülni, mert semmi nem lenne, ami erre bennünket késztetne. Magyarán egy ilyen nagyon erős kényelmi, az direkt írom le így, hogy kényelem, állapotban élnénk mindenféle szempontból, és nem lenne semmi, ami ebből kizökkentene. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami bennünket kizökkenthet ebből az alvó állapotból, és az, az, az alacsonyan rezgő létformából, és elindít az úton, és szerintem ezeket a nehézségeket mindenképpen kamatoztatni kell, mert tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ezek azok, amelyekre mi fel tudunk lépni. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden egyes nehézség, fájdalom, akár szenvedés, egy-egy újabb lépcsőfok, és ezekre szépen fel kell lépni, és menetelni felfele azért, hogy eljussunk ide, ebbe a szeretetteljes közegbe. Mert tudjuk azt, hogy a Földön igazából hát azért egy ilyen közegről nem nagyon beszélhetünk, nagyon ritkán lehet ezt megalapozni, és hogy mindjárt beszélek arról, hogy általában ezt hogyan szokták, de az biztos, hogy a szeretet energiája nagyon erősen húz mindenkit, hiszen mindenki ezt az energiát szeretné elérni és kialakítani, mert ahogy mondtam, ez a mi lényegiségünk, mi ilyenek vagyunk, mi ebből táplálkozunk, a szeretet energiája tart fent bennünket, és az egész vanságot, az egész létezést. Tehát ennek van egy húzó ereje, ami felé automatikusan elindul minden, ami élő. Ez nagyon érdekes. Ha jobban megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor tudjuk azt, hogy minden, ami él, az egység felé siet. Tehát mindennek van egyfajta felfelé törekvő vágya, és hova törekszünk, vagy mi az, amit el akarunk érni, hát az, amiről ugye eddig beszéltem. Tehát mondhatjuk azt, igen, hogy mi egy ilyen kizökkentett állapotban élünk a Földön. Én azt szoktam mondani, hogy egy száműzött állapotban nem véletlenül vagyunk ide úgymond száműzve a Földre, azért vagyunk itt, mert nem lehetünk még itt. Mármint nem lehetünk még, az isteni mintában, ebben a minőségben, mert még nem tettünk érte annyit. És lehet, hogy azért, mert ezen az úton még nem mentünk végig, magyarán nem éltük át ezeket a nehézségeket, szenvedéseket, nem kamatoztattuk őket, nem néztünk bele eleget ezekbe a tükrökbe, és mert még mindig van valami tanulni valónk. Én azt gondolom, hogy aki ezt az itteni létet már kipipálta, és mindenből úgymond ötösre vizsgázott, persze ezt átvitt értelemben kell érteni, ő eljuthat ide, de ez már igazából csak a mesterek kiváltsága. Szerintem nagyon sokan vágyunk a rendbe, az isteni minőségbe, egy olyan szintbe, ahol már nem fogalmazódnak meg az itteni viszonyok, mert, mert hát nagyon viszontagságos a földi létmód. De ugyanakkor lehet kamatoztatni is ezeket az itteni helyzeteket, és hát nyilván ezért is vannak, tehát fel kell ismerni azt, hogy minden egyes ilyen ügy azért van, azért teremtjük őket, mert még magasabbra akarunk jutni, vagy azt is mondhatnám, hogy még közelebb. A szenvedéseinket én azt gondolom, hogy részben mi magunk generáljuk azért, mert saját magunkat akarjuk tanítani, és ha ezeket kamatoztatjuk, vagyis ezekből, ha az energiát kivesszük, és ezekre elkezdünk építkezni, akkor sokkal magasabb szinteket érhetünk el. Magyarán lehet, hogy az isteni minőséget szenvedés nélkül nem is lehet elérni, mert ahogyan mondtam, maga a szenvedés az út. Ez nagyon érdekes. Beszélhetünk Krisztusról, arról, hogy ő milyen úton ment végig. Ő is ugye nagyon sokat szenvedett, és nagyon erősen. Lehet, hogy pontosan ezért került ő nagyon-nagyon közel az isteni minőséghez, de én nem gondolom azt, hogy csak ő volt ilyen. Szerintem napjainkban is vannak olyanok, akik hasonló szenvedésekkel vannak jelen a Földön. Ugyanolyan mértékű szenvedésekkel. Lehet, hogy a formája az más, de itt mindig az energiát és a rezgéseket kell vizsgálni, hogy mennyire erősen hatnak, és én azt gondolom, hogy akik ilyen mértékű szenvedéseket vállaltak, ők biztos, hogy nagyon közel kerülnek az isteni mintához, a rendhez. Szerintem. Illetve nem, nem csak szerintem, hanem az a tapasztalatom, és persze erről más is beszél, hogy igazából ezt a fajta minőséget így lehet elérni. Na most nagyon jó kérdés, hogy, hogy, hogy miért így alakult ki az itteni rendszer. Ahogyan mondtam, szerintem azért, mert maga a Föld, mint olyan, azért létezik, hogy nekünk legyen hol tanuljunk. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon jó kérdés, hogy, hogy mi volt előbb a maga a szenvedés, vagy az idejövetel, hát szerintem, ahogy mondtam, a Föld azért létezik, mert úgymond lehetett azt tudni, hogy nagyon sok olyan ember, lény, lényegiség lesz jelen, akiknek fejlődniük kell, és akik nem kerülhetnek be ebbe a szellemi minőségben, magyarán kellett egy fizikális tér, Kellett egy iskola, ahol tulajdonképpen ezeket a tananyagokat elsajátíthatjuk, és bejárhatjuk az itteni kaminót. És persze az is jó kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy ilyen sok ember van jelen a Földön, és ugye mindig is így volt, akik még nem kerülhettek egy magasabb minőségbe hogy, hogy milyen sok tanuló van tulajdonképpen ezen az élőhelyen. Szerintem ez nagyon érdekes. Mert ha arról beszélünk, hogy jelenleg van majdnem 8 milliárd ember, azért az nem kevés. És látjuk azt, hogy egyre többen vagyunk. Tehát elvileg ilyen sok tanuló van jelen a Földön, akik még nem ugorták meg az itteni szinteket, mert hát ugye a földi fizikális létezés az egy szint. Tehát nem ez a végállapot, és az emberi minőség sem a végállapot, ennél sokkal fentibb kategóriák is léteznek, de mi, mi, most még valamilyen szempontból ugye itt tartunk. Persze szeretnénk megugorni ezt a minőséget, de nem tartunk még ott. Jó kérdés az, hogy a földi fizikális létezés, hol helyezkedik el. Szerintem olyan középső állásban. Tehát ö, beszéltünk arról, hogy mi most olyan középsősök vagyunk. Persze nem mindenki, mert vannak ennél sokkal lentív kategóriák, de hogyha így a nagy egészet veszem, és mondjuk a mai korszakról, ha beszélünk, akkor én azt mondom, hogy olyan középtájt. Vagy afelé igyekszünk, lehet, hogy még nem értük el teljesen, de hát tudjuk azt, hogy annál még sokkal magasabbra is lehet menni, és hát ott van a, a felsőbb szint, a nagycsoportos kategória, mondjuk így, és persze utána ott vannak azok a, az osztályok és azok a kategóriák, amelyek szintén kellenek ahhoz, hogy. Közel kerüljünk ehhez a mintához. Na most az jutott eszembe, hogy azért ez a fajta minta, amiről beszélek, ez egy nagyon magasan rezgő egység lehet, egy olyan valami, ami nagyon uh, nívós kategória, ha ilyen sok lény nincs tulajdonképpen odaengedve, és hogyha nagyon-nagyon kevés uh, lénynek, vagy mondjuk úgy, hogy rendszernek sikerül az itteni szinteket megugorni. Tehát beszéltünk arról, hogy azért a Földön is vannak olyanok, akik nagyon magas szinteken élnek, értekeznek, nem anyagilag, szellemileg. De még az is kevés ahhoz, hogy ide kerüljünk, hiszen tudjuk azt, hogy azért az emberek nagy része automatikusan visszaszületik, pontosan azért, mert nem kerülhet még ide. Én szerintem ilyen 1-2 százalék az, aki itt helyet foglalhat, ami nagyon kevés. Tehát én ebből arra tudok következtetni, hogy ez a fajta minta, ez egy nagyon erős minta, és nagyon sok dolognak kell megfelelni ahhoz, hogy itt helyet lehessen foglalni, és hogy már ne a földön kelljen úgymond iskolába járni, hanem hogy meg lehessen ugorni ezt a szintet. Szerintem ez egy nagyon érdekes felvetés. Hogy milyen tiszta minőség lehet ez, és mennyire nívós, és mennyire komoly, és mennyire felkészült, hogyha létezik egy ilyen hatalmas, nagy bolygó, amin van jelenleg majdnem 8 milliárd ember, és ez azt jelenti, hogy akik most itt vannak, ők biztos, hogy nem ott vannak, ők biztos, hogy tanulók, ők biztos, hogy még nagyon sok mindenem mennek keresztül, és én azt gondolom, hogy a mostani embereknek a többsége is vissza fog még születni, ergo nem fog tudni tovább menni, mert, mert olyan sokat tananyag. És azért sem, mert hát azért tudjuk azt, hogy a mai kor embere nem ilyen tételekkel foglalkozik, inkább csak az anyag gyűjtéssel és a gyarapodással, tehát az elvűek biztos, hogy még nagyon sokszor fognak ide visszajönni, mert nagyon sok mindent kell megtanulniuk, és persze vannak olyanok, akik már nagyon magas szinteket értek el, de én azt gondolom, hogy közülük is csak néhány százalék lesz az, aki tovább tud menni. Magyarán mondjuk azt, hogy aki le tud érettségizni itt mindenből, mert ahogy én mondtam, rengetegféle tétel van, és azért ez a fajta minőség, hát azért nagyon sok mindent kér. Tehát azért itt nem egy olyan fajta minőségről beszélünk, ami egy kisiskolás szint, hanem azt is mondhatnám, hogy ez egy egyetemista szint, és azért ezt elérni, vagy megütni, hát azért az egy elég erős feladat. Tehát nagyon sokféle tanulnivalót kapunk, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen a szenvedések is ilyenek, és ezek segítenek bennünket ahhoz, egyrészt, hogy felébredjünk, másrészt pedig tudjuk azt, hogy mi egy istentelen utot, utat járunk, vagy úton vagyunk, mert ahogyan mondtam, nagyon sokan elutasítják ezt a fajta minőséget, az isteni minőséget. Szerintem az ember, mint olyan, nagyon sok ilyen istentelen utat jár be, de nem miatta, hanem miattunk. Tehát erről nagyon fontos beszélni hogy én azt gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik letérnek az útról, és elhagyják azt a minőséget valamiért. Szerintem azért, mert nagyon sokféle behatás van, és elkezdjük először kiszolgálni az anyagot, mert a földi létezés ugye ezt várja tőlünk. Ugye mindenhol azt hangsúlyozzák, hogy te akkor vagy sikeres, jó és ünnepelt, ha te az anyagi világot szolgálod ki. És az emberek többség ezt el is hiszi. Magyarán nagyon sokan becsapva élnek itt. Egy olyan valamit szolgálnak, ami soha nem fogja megengedni azt, hogy feljebb kerüljenek, csak lejjebb, és egyre jobban belesüppednek valamibe, ami az a nagyon alacsonyabb, alantas szint és kategória. Na most én azt gondolom, hogy ezen át kell látni, vagyis az anyagi rendszeren át kell látni, és el kell indulni egy másik fajta úton, le kell tenni ezeket a beidegződéseket, ki kell vonulni ebből az egész Anyagias világból nyitni kell, rezgési szintet emelni, és folyamatosan a szellemi tanok felé igyekezni, azokkal foglalkozni, kiüresedni, de ez egy nagyon hosszú természetesen, hogy sokkal közelebb kerüljünk valamihez, ami az igazság, hiszen az anyag nem az igazságot mutatja, az egy álca, az hamis. És nekünk ezen át kell látni. Tehát ez nagyon hosszú út. Tehát eleve a felismerés hosszú. Aztán még az ember elindul, aztán még végigmegy, amíg minden egyes stáción letesz valamit, ugyanakkor felvesz olyan dolgokat, amelyekre szükség lesz később. Tehát ezért van ilyen sokféle testetöltés, és ezért ilyen hosszú egy-egy itteni létállapot is. Én azt is gondolom, hogy ez a minőség nagyon erősen szelektál. Nagyon erősen figyeli azt, hogy ki hogyan működik a Föld nevű bolygón, és az sem mindegy, hogy ki milyen energetikai szinten tart. Hiszen ha ennek a rendszernek nagyon magas az energetikai szintje a rezgés szintje, magyarán nagyon magas rezeg, akkor ha te alacsony szinten vagy, meg sem közelíted, ezt a fajta minőséget, de igazából nem is fogsz felé fordulni, nem is indulsz el az úton, mert eleve a terezgésed annyira alacsonyan van, hogy te az alacsonyabb szintek fele fogsz orientálódni, magyarán az anyag fele. Tehát beszéljünk arról, hogy ugye van egy anyagi minőség, és van egy olyan szint, ami mondjuk azt, hogy szellemi szint, ami egy anyagmentes közeg, és persze nagyon sok réteg van, ennek biztos, hogy nagyon magas a rezgés szintje, az anyagi viszonylatnak pedig nagyon alacsony. Na most nekünk ebből ki kell emelkedni, és folyamatosan lépésről lépésre emelni a szinteken, azért, hogy elérjük ezt az állapotot, és egyre közelebb kerüljünk ehhez a mintához. De hát igen, és ez maga az út, ugye? És az, hogy mi nagyon sok mindent lepakolunk, ami az anyagi világ, ez, ez jár szenvedéssel. Mert az ember, mint olyan, nagyon ragaszkodik az itteni viszonyokhoz, hiszen testekbe kerülünk, és a test nagyon sok dolgot kér tőlünk. Rengeteg mindennel kell foglalkozni, miután testbe kerülünk. És, ahogy mondtam, rengeteg minden hat ránk. És szerintem nagyon sok esetben úgymond a lélek megzavarodik, amikor testbe kerül, mert a test teljesen másképpen működik, nagyon-nagyon sok dologgal kell úgymond kiszolgálni ezt a fajta rendszert, a fizikumot, ami nagyon sok energiát veszel tőlünk, ugyanakkor szerintem rettenetesen eltérít. Tehát nyugodtan beszélhetünk arról, hogy mi valamilyen szempontból ilyen eltérített állapotban vagyunk, de akik emlékeznek az eredetiségükre, és akik okosak és tudatosak, ők tudják azt, hogy igen, én ezt ki fogom most mondani, hogy a földi létezés valamilyen formán csapda. Én nagyon sokszor mondtam már ezt, hogy ez egy csapda. De aki túllát ezen, és kikerüli ezeket a csapdákat, ő el tud indulni egy úton, és azt gondolom, hogy ha az ember megtanul emlékezni, és ezt a fajta minőséget szolgálja, akkor előbb-utóbb megkapja azt a lehetőséget, vagy kiváltságot, hogy hazaérjen. Szerintem ezért szenved az ember, mert a vágyainak a kielégítésével foglalkozik a Földön. De ha ezt hátrahagyjuk, és ezekkel nem foglalkozunk, és már. Tiszta tudatosságban élünk, magyarán elérünk egy ilyen magas szintet, akkor szerintem ebből ki tudunk lépni, ebből a csapdából, a visszahúzó, visszatartó erőkből, és akkor már sokkal tisztább lesz ez az út, sokkal könnyedebb, ismerősebb, és elérjük ezeket a szeretet energiákat, amelyek igazából a Földön szerintem nincsenek jelen. Azok, akik különféle, szerzetes rendeket alapítanak, vagy ezekbe csatlakoznak, ők tulajdonképpen ezt érezték meg, amiről én most beszélek. Egy olyan fajta közeget hoztak létre, és benne élnek, ami nagyon közel van ahhoz a minőséghez, ami egy nagyon tiszta minőség, egy nagyon magas rezgés szinten megvalósuló állapot akik ilyen életet választottak, magyarán mondjuk azt, hogy szerzetesek, idéljük, hogy szerzetesi létmód, ők állandóan egy ilyen magas rezgés szinten tudják tartani saját magukat, ők ugye kivonultak az anyagi dolgokból, tehát nem hagyják, hogy ezek a, az illúziók és csapdák ugye befolyásolják őket, és hogy anyagba döngöljék őket, és állandó elmélyüléssel, rezgés szintemeléssel úgy érezhetik, hogy egyre közelebb kerülhetnek ugye az isteni mintához, a rendhez, amiről ugye a legelején beszéltem, és amit felvázoltam. Tehát ennek is van egy nagyon magas, tehát egy rezgés szintje. Nem tudom pontosan, hogy hány herc. Beszéljünk arról, hogy ezer herc. Na most mi Mondjuk 1000 hercnél érezhetnénk azt, hogy hazaérkeztünk. Hogyha megszületünk és lecsökken ez a szint, mondjuk lehet, hogy csak 100 hercen vagyunk. Nem tudom pontosan, ezt egyébként nem mérni, de most mondjuk ezt. Na most a 100 nagyon messze van az 1000 herctől. És ugye mondtam azt, hogy itt csak pozitív energiák vannak, a Földön pedig legtöbbször negatív energiák, de mi nagyon érezzük ezt a húzó erőt. Hogy ide szeretnénk jutni, pontosan azért, mert ez magasabb szinten rezeg, ergo biztos, hogy húzni fogja az alacsonyabb rendű kategóriákat, ugye? Na most, ha elindulunk az úton és emelünk ezen a szinten, akkor szépen lassan eljuthatunk ide, de csak nagyon lassan, mivel hogy anyagban vagyunk. És maga az anyag az, ami tulajdonképpen nagyon nehezen engedi meg ezt a szintemelést, és azt is tudjuk, hogyha nagyon gyorsan emeljük ezt a szintet, akkor az anyag bedől. Mert eleve a szerkezete nem engedi meg azt, hogy tágítsunk, és hogy hogy, hogy még magasabb szintekre kerüljünk, tehát ezért nagyon nehéz az emberi létforma, mert egyrészt van egy ilyen nagyon sűrű anyag, maga a test, a fizikum, de ugyanakkor a szellemiségünk az lehet, hogy már ebben a nagyon magas minőségben foglal helyet, de itt ez a test, ami tulajdonképpen valamilyen szempontból visszahúz, miért? Azért, mert a Földön nekünk ugye tanulni valónk van. Tehát amíg tanuló állapotban vagyunk, addig, addig ez megmarad, és itt kell lenni a Földön, és lépésről lépésre kell mindent elsajátítani, tehát nem fogjuk tudni ezt igazából kikerülni, tehát az út, ahogy mondtam, nagyon fontos ebben a történetben, és az is, hogy lépésről lépésre haladjunk, mert ha véletlenül gyorsabban vagy többet ugrunk, akkor vissza fogunk esni, és újra kezdődik minden előről. Én azt gondolom, hogy a szenvedésekre pedig azért van szükség, hogy emlékeztessenek. Tehát a szenvedés, mint olyan, az katalizátorként van jelen, tehát az erő tulajdonképpen energia, ami kizökkent bennünket ebből az állapotból, és megengedi azt, hogy elinduljunk, mert el fogunk kezdeni keresni, mert nem értjük azt, hogy miért szenvedünk, és elindulunk Isten felé, mondjuk így. És én azt gondolom, hogy minden embernek az a dolga, hogy elinduljon Isten felé. Igen. És hogyha ezek a, a nehézségek, vagy mondjuk úgy, hogy energiák nincsenek, akkor nem indulunk el, akkor nem is kezdünk el emlékezni a minőségünkre. Magyarán nem fogjuk tudni azt, hogy miért vagyunk jelen. Tehát azt is mondhatnám, igen, hogy hogy a szenvedések azok, amelyek tulajdonképpen minket ráébresztenek nagyon sok mindenre. Nem tudom, hogy most miért sötétült el ennyire a képernyő. Egyébként nincs annyira sötét. Tehát így épül fel az itteni fizikális létezés. Én azt gondolom, hogy ez nem kerülhető el, és én azt is gondolom, hogy, hogy mindenkinek van valami szenvedése, vagy szenvedéstörténete. Hát ebben biztos vagyok, mivel mindenki fizikális testben foglal helyet, és már eleve ez a fajta a rendszer, maga a fizikum, és az, ahogyan felépül az itteni történet, ez ezzel jár. De, ahogyan mondtam, ezeket az erőket kamatoztatni kell, mert ezek erők. És tulajdonképpen ezek indítanak el bennünket az úton. Mondjuk azt, hogy az isteni minőség felé. Tehát beszélhetünk arról, hogy valamilyen szempontból minden ember a saját isteni minőségét szeretné elérni. Mivel, ahogyan mondtam, az emberi létforma az egy köztes állapot. Tehát. Azt is mondhatnám, hogy az valahol így középen van. Tehát se nem a legalacsonyabb szinteken, de nem is egy ilyen mesteri létmód, hanem valahol én azt gondolom, hogy középen, de ennél sokkal fentibb kategóriák vannak, és én azt gondolom, hogy ezt meg kell ugorni. Tehát ezt, meg, ezt, ezt kell megérteni, hogy az emberi létforma nem egy ilyen utolsó stádium, hanem, hanem egy, egy, egy köztes állapot, és... A, tulajdonképpen ezt a fajta minőséget, az, hogy emberi testekben vagyunk és itt foglalunk helyet, ezt arra kell kamatoztatni, hogy az ember tanuljon, fejlődjön és tovább haladjon. Tehát igazából szerintem ennél sokkal, sokkal fentébb állapotok is léteznek, de egyelőre még itt foglalunk helyet azért, mert tanulnivalónk van. Másrészt pedig ugye nagyon sokan jönnek ide azért, hogy ugye segítsenek, támogassanak, és mondjuk ilyen tételekről beszéljenek, mint amelyekről ugye én. Most már ez az 541. adás, négy év alatt. Ha még tudnék írni. Egyébként rettenetesen meleg van, folyik rólam a víz, semmi probléma. <laughs> ez is a, a szenvedésnek az egyik ö, ö, formája de egyébként nem, mert annyira már nem szenvedek ezektől a dolgoktól. Megpróbálom őket kamatoztatni, de tényleg nagyon melegen van. Remélem, hogy még fogok levegőt kapni. <laughs> Igen. Szóval ez egy nagyon érdekes történet. Nagyon érdekes az, hogy, hogy milyen sokféle erő működik a Földön. Hogy tulajdonképpen ezek az erők ö, ö, motiválnak bennünket és késztetnek arra, hogy elinduljunk az úton, hogy elkezdjünk keresni, kutatni. Én azt is tudom, hogy azért az ember, mint olyan alapvetően egy nagyon erősen ö, Isten kutató lény. Igen. Tehát szerintem az ember Isten kereső, erről is van egy konkrét, teljes előadás, sőt szerintem több is. Tehát ennyire erősen emlékszünk a mi eredetiségünkre, és arra, hogy tőlünk tulajdonképpen mit kér ez a minőség. Hát ezt kéri, és szerintem az a szerencsés, aki erre rájön, és aki így él, és aki elindul az úton, nem ragad bele az anyagba, mert aki beleragad az anyagba, szerintem ő érezheti értelmetlennek az itteni létezését, viszont aki elindul és egyre közelebb kerül ehhez a mintához, Szerintem boldoggá válik, és lehet ez az egész út öröm. Én ezt nagyon sokszor leírtam, hogy az út egyenlő az örömmel. Nem a megérkezés, hanem maga az út. Szerintem mi állandóan megérkezünk egyébként. És ez annyira feltölt és annyira fog inspirálni, hogy az ember folyamatosan megy, folyamatosan tanul, folyamatosan fejlődik, folyamatosan kutat mert ez emel rezgés szintet, és ez fog nagyon közel vinni ahhoz, ami ugye ismerős, és ami az otthon. Amióta bejött a meleg, nagyon sokat mennek a tűzoltók. Szerintem most is ezt lehet hallani. Lehet, hogy leállítom addig a kamerát. És persze az is nagyon érdekes, hogy az emberi élet a fizikális létmód miért nem képzelhető el Isten nélkül. Hogy, hogy kellett, hogy legyen egy ilyen kollektív beleegyezés, vagy egyetértés abban, hogy mindenki, aki idejön, valamilyen formán ezt a fejebb valót fogja keresni. Persze tudom, hogy nagyon sokan másképpen nevezik, és sokféle Isten kép van, vagy felfogás, Amivel nincsen gond, mert mindenki úgy képzeli el, ahogyan szeretni, de én azt gondolom, hogy azért valamilyen szempontból mindenkiben, vagy nagyon sok emberben ez a fajta kép a megfogalmazódik, pontosan azért, mert emlékszünk arra, hogy mi így jöttünk ide. Magyarán szerintem az emberek szívébe, lelkébe el van ez a késztetés, vágy és kép ültetve, hogy amikor mi leszületünk a földre, akkor automatikusan elkezdjünk keresni. Igen. Szerintem ez így van. Tehát automatikusan, ahogy megszületünk, elkezdünk keresni. Kutatunk. Állandóan. Szerintem ez a fajta érzés lehet, hogy mindenkiben benne van. Nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, meg kell találni a másik felünket. Hát ugye ezért a legtöbb ember a társát keresi azt, akivel kiegészülhet, és persze ebben is meg lehet érezni az Isten érzést, és akik nagyon magas szinten vannak, és nagyon egyek, ők ki ö, meg tudják jeleníteni, és ki tudják alakítani magát ezt a minőséget. De ahogyan mondtam, szerintem a, az, hogy hazaérkezzünk, tehát ide, ebbe a rendbe, tehát ez a fajta vágy lehet, hogy mindenkiben ott otlapul csak hát lehet, hogy nem mindenki ébred rá. A földi kaminó során. És lehet, hogy akkor is ezt érezhetjük, ha sokan vannak körülöttünk, ha van családunk, ha nagyon sok ember vesz körbe, de mégis lehet bennünk egy olyan fajta hiány, vagy vágy, amit lehet, hogy igazából egyetlen egy ember sem tud betölteni. Miért? Azért, amit mondtam. Mert ez a minta a legszeretett teljesebb. Ez ez maga az egypólus, ez maga az isteni rend, ami az igazi otthonunk, mondjuk úgy, hogy ami igazi önvalónk. Na most, hogyha, én azt gondolom, hogyha ha mi ezt megtaláljuk és elérjük, akkor ennél nagyobb boldogság nem igazán van. Tehát szerintem mindenki az isteni minőségét és lényét keresi, az más kérdés, hogy ki mire asszociál ezzel kapcsolatban, ebben én most nem szólok bele, mert ezt mindenkinek magának kell tudnia, de én azt gondolom, hogy mi ezt a fajta rendszert szeretnénk elérni, mert tudjuk, hogy ezek vagyunk mi. És azt is tudjuk, hogy a földi létezés során testekben, fizikális viszonylatban nem tudjuk százszerzalékosan kialakítani, ezt a fajta minőséget nem tudunk százszerzalékosan önazonosak lenni, csak akkor, ha eljutunk ide. És ezért van bennünk ez a késztetés, a vágy, hogy elinduljunk az úton, hogy folyamatosan kutassunk, hogy egyszer talán elérjük az őshazát, ami szerintem, ami megigazult. Lényünk, énünk. És ez fog maga igazi katarzist okozni otthonérzést, érzést, amikor már totálisan egyben vagyunk ezzel a minőséggel, tudatilag, szellemiségben és mindenhogyan. Szerintem ez nagyon érdekes, és amikor ez, ez a kétféle vagy többféle sík így összecsúszik és egybeér, egyesül, na az az igazi szerintem. Lehet, hogy ez a fajta minta mindenkibe el van ültetve, nem tudom. Nem tudom, hogy más mit érez, és hogyan gondolkodik. Én csak azt tudom, hogy rengeteg-rengeteg emberrel beszélgettem már, és figyelem azt, hogy ki mit jelenít meg, és valahogy én ezt érzem, hogy az emberek egy ilyen mintával, egy ilyen vágyjal érkeztek a földre, amit igazából szerintem fizikális viszonylatokban nem fogunk megtalálni, Magyarán nagyon, nagyon, sokszor rossz helyen kerestük azt, amit mi meg akarunk találni. Én azt gondolom, hogy ide csak akkor juthatunk el, ha elindulunk az úton, és minden olyan dolgot hátrahagyunk, ami nem szolgál, ami behúz, ami becsap, ami nem engedi meg azt, hogy tisztán lássunk. Tehát a tisztánlátás nagyon fontos ebben a történetben. Hogy hogy lépjünk ki a korlátok közül, és emelkedjünk feljebb, persze nem fizikálisan, hanem tudatilag, hogy nyissunk, és kerüljünk közelebb ehhez a tiszta, makulátlan állapothoz, a rendhez, a, az egypólushoz, magyarán haza. Mert szerintem a mi lényegiségünk, eredetiségünk, eredetünk, otthonunk ez, az egypólus, a szeretetrendje, amit nevezhetünk Istennek, nevezhetünk gondviselőnek, bárminek nevezhetjük, a lényeg mindig ugyanaz, hogy ez az energetikai forrás megvan, él, csak mi még nem tartunk ott, mert mi még a Földön vagyunk, fizikálisan, de hogyha nagyon sokat menetelünk itt, ezen a bolygón, mert a menetelést azt itt tudjuk megtenni, és az utat a Földön tudjuk bejárni, máshogyan nem, tehát fizikailag, akkor eljuthatunk egy olyan szintre, ami már hát egy nagyon fontos állapot. És persze beszéltünk arról, hogy ezt fizikálisan is valamilyen szinten el tudjuk érni, és ugye azt is mondtam, hogy ezért alapítanak nagyon sokféle rendet, hogy itt az emberek tudják gyakorolni azt, hogy hogyan tudnak közelebb kerülni ehhez a mintához, állandó rezgés szintemelése, ugye ők tisztaságban élnek, tisztasági fogadalommal, szegénységi fogadalmat tesznek, magyarán az anyagot kiveszik ebből a történetből, hogy úgy azt a teret is az isteni energiákkal töltsék fel, és még közelebb kerüljenek ez a mintához, hogy megigazuljanak, és hogy belül érjék el ezt a nagyon fontos állapotot. És mindegy, hogy hol van az ember, hogy hol foglal helyet fizikálisan, ezt belül érezhetjük, belül igazulhatunk meg, és szerintem az a csúcsok csúcsa. Egyébként nekem van egy olyan emlékem, hogy valamilyen formán ugye a szenvedésekbe is beleegyeztünk, pontosan azért, mert ezek ébresztenek fel. Tehát, hogyha nem lennének ezek a nehézségek, súlyzók és úgymond fájdalmak, akkor nem ébrednénk fel, nem indulnánk el az úton, nem kezdenénk el keresni, és nem is kezdenénk el emlékezni. Tehát mondhatnám azt is, hogy a szenvedésnek ilyen sokféle úgymond szerepe van. Persze tudom azt, hogy ezek nem kellemes dolgok, és nagyon nehezek, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nagyon sok mindennek kezdjük el ugye, keresni az okát, hogy mi miért van jelen a Földön. Mert nagyon sokan nem értik azt, hogy miért van a szenvedés, de ahogyan mondtam, ezt mindig kamatoztatni kell, nagyon szépen írtam le, lehet, hogy szebben is le kellene írni, és igen, én azt gondolom, hogy maga a szenvedés az mindig rámutat valamire. Tehát a szenvedés az mindig rámutat valamire, felébreszt, inspirál, és tovább lök, tovább lök az úton. Szerintem akkor jó, hogyha az ember nem ragad ezekbe bele, hanem ahogyan mondtam, kamatoztatja őket, és mondjuk úgy, hogyha egy rálép. Tehát úgy kell elképzelni ezt tényleg, mint egy, 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 lépcsőt. És ha jön egy ilyen ügy, vagy mert megteremtjük, akkor erre mindig rá kell lépni, és mindig feljebb és feljebb kell kerülni, vagy mondjuk úgy, hogy mindig közelebb az isteni minőséghez, a mintához, hogy hát ugye mi is megigazuljunk, és még közelebb kerüljünk ugye az egypólushoz, ami a szeretet rendje. Tehát ezért is érezhetjük azt, hogy ez egy ilyen száműzött állapot, ami a Földön van, mert szerintem azért valamilyen formán az igen. És sokszor nagyon szomorú állapot, nagyon nehéz és fájdalmas, de ennek oka van, és az az oka, hogy valamit még nem csináltunk jól, még nem kerülhetünk oda, ami Isten ölelése írjuk ide. Isten ölelése. Lehet, hogy mindenki ide vágyik. Hát igen. De ezt mondjuk úgy, hogy átvitt értelemben kell érteni, de szerintem mindenki tudja, hogy mire, mire gondolok. Ez egy ilyen nagyon erős és biztonságos közeg. És szerintem attól függetlenül, hogy ki milyen testbe született, hogy te most nő vagy, vagy férfi vagy, vagy teljesen mindegy, hogy mi vagy ki, szerintem attól függetlenül mindenki ide vágyik a makulátlan, szintiszta szeretet állapotába, a fénybe. Sötét van. Világíts. <laughs> Igen. Tehát ez energia. Egy energetikai rendszer, amiben csak pozitív érzések és viszonylatok jelennek meg. Tehát ez egy olyan közeg, olyan rezgés, ami, ami, ami nagyon csodálatos. De mi ebből kiszakadtunk, mert, mert, lecsökkent ez a szint. Mert visszaestünk, úgymond a földre. És mert kapaszkodunk, és mert szeretnénk ide jutni. És mert, mert, mert nagyon sokat teszünk azért, hogy, hogy, hogy ide eljussunk, mert érezzük ennek a közegnek a húzóerejét, mert vonz, mert, mert ez az otthon. Mert ez az, ami jó. De, ugye, a földi kaminó nélkül nem juthatunk el ide, és, ami nagyon fontos, ugye, hogy a mai adásnak az a cím, hogy Istentelen útjaink, én azt gondolom, hogy a Földön nagyon sok ilyen utat járunk be, mert ahogy én mondtam, szerintem mi sokszor elhagytuk már ezt a közeget. Nem tudom azt, hogy Isten el tud-e hagyni bennünket, szerintem nem tud. Szerintem mi vagyunk azok, akik valamiért ebből a pixisből kiestek, mert valamit meghazudtoltunk, vagy valamit nem csináltunk jól, vagy, vagy hát van még fejlődni való. Lehet, hogy sok mindent megtagadtunk, igen, de amikor erre az ember rájön, akkor fordul, és ott vannak a pálfordulások, és a pálfordulás után pedig következik az a másik fajta út, ami felé vezet. Mi felé? Az önazonosság felé, az isteni minta felé, a megigazulás felé. Nagyon sokféle emlékezés, emlékkép jöhet ilyenkor, a szívünkben, elkezdünk emlékezni arra, hogy van egy magasabb minőség, ami jobb, ami szebb, ami szeretetteljesebb, és nekünk nem az anyagi dolgokat kell itt hajtani, és nem dorbézolni, és a negatív ügyeket hajtani, nem a rossz beidegződéseket, hanem ezeket hátra kell hagyni, tisztulni kell, és menetelni egyre közelebb. Szerintem saját magunk felé menetelünk, ami legigazibb minőségünk felé, amiben megtalálhatjuk őt, ezt a rendszert, ezt a minőséget. És amikor ez a kettő már egy, mert egybe ér, szerintem az lesz maga a csoda, vagy az az igazi hazaérkezés, és akkor tudjuk azt mondani, hogy na ez az, amit kerestünk, és ebben szeretnénk tovább Helyet foglalni ebben a közegben, és így lenni, így ö, dolgozni, mert ezek vagyunk mi. Ez a kizökkentett állapot tulajdonképpen egy lecke. Egy nagyon jó kis tanulság. Tehát mondhatjuk azt, hogy a földi létezés egy hatalmas nagy tanulság az emberiség számára, mind egyénileg, mint globálisan. Kérdés, hogy mi mit tanulunk, kérdés, hogy milyen konzekvenciákat vonunk le hogy hogyan neveljük saját magunkat, hogyan indulunk el az úton, és hogy milyen tiszta lélekkel érkezünk meg. Szerintem ez egy csodálatos történet, és én azt gondolom, hogy válthatunk, és már elindulhatunk egy olyan úton, ami nem istentelen, hanem ami róla szól. De beszélhetünk arról, hogy szól a világról, az egyetemességről, az életről, a szeretetről, a békéről, a humánumról. Egy olyan változatról, egy olyan minőségről, ami sokkal ismerősebb, bensőségesebb, ami már tényleg ami igazi lényegiségünket mutatja. Mert ezzel a minőséggel kötöttünk szövetséget, mi ebből származunk, innen jöttünk, hogy elmondjuk ezeket a tételeket, és hogy visszakerüljünk az eredeti útra, ahonnan letértünk, de szerencsére van rá lehetőségünk, hogy tovább folytassuk ezt az utat felé. Tehát, ahogy mondtam, kell, hogy legyen egy húzó erő, és ez nem más, mint ez a minta. Ha ez nem lenne, akkor szerintem az emberek megbolondulnának a Földön, hát lehet, hogy valamilyen szempontból így is, de szerintem, hogyha ezt megérezzük és megértjük, akkor lesz értelme az életünknek, és lesz az, amiért, amiért az ember minden nap felkel és cselekszik, és amiért ő jóvá akar érni. Mert szerintem nekünk itt jóvá kell érni annyira, hogy visszafogadjon bennünket ez a minta, szerintem, amiből mi valamiért kizökkentünk, miért? Mert valamit még nem csináltunk jól. És ha ez a minta visszafogad, és igent mond, és azt mondja, hogy oké, okay, itt elvégeztünk minden feladatot, és mindent kipipáltunk, na, szerintem az lesz az, az igazi megigazulás, és az lesz egy olyan érzés, amire nagyon sokan azt mondják, hogy ez a nirvána. Hát igen, a nirvána az otthonunk, ez biztos, a Föld pedig egy iskola, de hát az iskolából is egyszer hazatér az ember, hova? Ide.